Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez itt a Tori Kultix ázsiai slágereket játszó műsora. Következzen a Vanok Rock legújabb száma, a Cry Out. Ez a Kultix. Az év első adásában ejtsünk néhány szót a japán ünnepi szokásokról ilyenkor, mert még Magyarországon és Európa nagy részén csendes karácsony, egy hangos szilveszter követ. Japánban éppen az ellenkezője igaz. Ugyanis a japán buddhista és sintoista hagyományai miatt kevesek számára hordozza eredeti vallási tartalmát a karácsony. Így csupán a nyugati kultúrából átvett szokások egyikeként sokan éppen annyi jelentőséget tulajdonítanak a karácsonynak, mint például a Valentin napnak itt Magyarországon. Hasonlóképpen is ünneplik a japánok, párok ajándékozzák meg egymást általában. Az új év hagyományos megünneplése viszont egészen különbözik attól, amit mi megszokhattunk. 8 órával, ami szokásos mulatozásunk előtt, Japánban 108 harangütéssel köszöntik a templomok az új évet, ugyanis a buddhista hit szerint 108 féle bűnbe eshetünk. Az új év első 3 napja pihenőnap, ilyenkor szentély látogatásra mennek az emberek, és nagy tömegek gyűlnek össze a híresebb szentélyek előtt. Újévi lapok küldésének is nagy hagyománya van, illik küldeni a rokonoknak, a barátoknak, az üzletfeleknek, amiben ezekben a szép lapokban következő évre jó kívánságokat küldünk, megköszönjük az eddigi és kérjük a további támogatást is. A gyerek zseppénzt kapnak új évkor, de természetesen szépen becsomagolva, mert ennek is van egyfajta kifinomult eleganciája, ahogy Japánra jellemzően minden szokásnak. Jelentősége van az első csésze teának is, és úgy tartják, hogy az év első álma valóra válik. Köszöntöm a stúdióban Gottner Richardot, a Károli japán szakos hallgatóját, aki fiatalkora ellenére már lassan 10 éve űzi a keleti harcművészetek különböző iskoláit. Szia, Ricsi! Szia! Milyen küzdősportokba kóstoltál bele az évek alatt? Hát nagyon sok mindent kipróbáltam, csináltam, nem csak küzdősportokat. Több éve, tehát ami 10 évről beszélünk, az a jiu-jitsu, japán jiu-jitsu területén van, de most ismerkedem a kyokushin karatéval és a judóval is. Miért kezdtél el küzdősportokkal egyáltalán foglalkozni? Mi volt a motivációd? Esetleg a keleti filmek hatottak így rád, vagy meg akartad védeni magad, esetleg erősebb akartál lenni? Hát ez még nagyon-nagyon kiskoromban kezdődött, tehát így az ovi judó volt az, ami, igen. Aztán hát még mindig nagyon kicsi voltam, amikor ugye jött az, hogy sportoljon a gyerek. És hát édesapám, édesanyám így elég összekülönböztek, hogy mit csináljak, mert apám azt karatézni akart iratni, de anyukám nagyon sokat karatézott, tehát ilyen majdnem fekete vig elvitte Shotokan karatéban, és ő tudta, hogy ezeken nem lenne jó, mert igen, nagyon mozgékony kis gyerek voltam, tehát engem így leraktál a sorokba, akkor nem ott maradtam, hanem így 2 perc múlva a csilláról csüngtem le nagyjából. Aztán végül egy rendőrnapon volt egy ilyen jiu-jitsu bemutató, volt gyerekcsoport is, és akkor ott lettek, hogy ott ütnek is, rúgnak is, dobnak minden, és hogy ezt biztos nem unnám meg, úgyhogy odaírattak. Hát jó volt a döntésük, mert ott maradtam. Mondjuk volt egy nagyobb kihagyásom, amikor nem csináltam szinte semmit, aztán ugye amikor újra kezdtem 2009-ben, akkor meg már inkább az önvédelem az, hogy erősebb legyek, hogy sportoljak, mit az volt fontos. A sportot követte az érdeklődés az ázsiai kultúra és történelem iránt? Abszolút igen, tehát ugye előbb-utóbb az embernek elkezd motoszkálni a fejében az, hogy mit csinálok én pontosan, annak mi a története, mi a kultúrája. És hát végül is az élet úgy hozta, hogy nem sikerült a rendvédelmi pályára mennem. Úgyhogy a másik végéről fogta meg a dolgot, és a kultúra okán jöttem végül is japán szakra. Hogy néz ki egy heted, mondjuk a mostani? Hány edzésre jársz? Ma is edzésről jöttél? Igen, igen. Hát általában most mondjuk ilyenkor vizsgédőszakban úgy borul a dolog, de alapjáratom úgy néz ki, hogy 7 edzésem van. Szerencsésebb esetben 9. Úristen. Csak hát a fél év során nyelviskolába jártam, az meg elvett némi időt. Hát a szerda a legdurvább, tehát ott akkor felkelek, reggel van egy edzés, ugyanúgy 6-tól 7-ig, és aztán délután is 4-től 6-ig, aztán még esetleg 7-től fél 9-ig, tehát akkor már így nem kell nagyon aggódnom az alvás miatt. Jógáztam egy időben, volt egy edzőtársam, aki jó oktató, és akkor ő mutatott ilyen dolgokat. Erre most sajnos nincs idő, amit megtanultam, az már úgy elfelejtettem, tehát nem tudom aktívan gyakorolni, de én nagyon szerettem régen, főleg gimnáziumban, amikor még vagy szemelnéző időmilliómos voltam, így lejárgatni más edzőtermekbe, tehát én próbáltam aikidót, kendót, tékvandót, a kung fu-ba is belekóstoltam, mindenhonnan próbáltam összeszedni olyan dolgot, ami
ami számomra érdekes lehet, és amiből tanulhatok. Mik azok a technikák, amikkel legnehezebben sajátítanak el az emberek? Hát, ugye ez egyrészt függ az egyéntől. Én úgy gondolom, hogy jiu-jitsuban, ami a legproblémásabb lehet, azok a különböző ízületi kulcsok, elvezetések, mert egy ütésnél, rugásnál, vagy akár dobásnál nem kell nagyon pontosan lenned, mert ha betalál, akkor az ugyanúgy rombol, még ha nem is pont oda ment, ahova akartad. Dobni is igazából, ha eleget rángatod, akkor erőből csak lekerül a földre. Az ilyen karkulcs az pont olyan, hogy ha nem fogod be jól és nem tartod meg, tehát nincs meg a kontroll, így hívjuk, hogy végig meg kell őrizni a kontrollt, akkor igen, az ember ugye ficánkol nem akarja, és előbb-utóbb kibújik belőle. Nagyon pontosan és nagyon határozottan meg kell tartani ahhoz, hogy tényleg működjön. Tehát itt végül is rendőri közelharcban használt rendészeti technikákról beszélünk, bilincselés, elvezetés, ugye gyanús közeg, eltávolítása tömegből, ilyesmire kell gondolni. És ezek azok a technikák, amik legközelebb is állnak hozzád? Nem feltétlenül, hát ugye mindenki ez az elközel, amit úgy könnyedén tud csinálni. Hát, ha az ütésrugásnál maradunk, akkor én például a forgóütéseket, meg rugásokat preferálom, mert... Ilyen levegőben forgós mozdulatokat kell elképzelni. Nem a Chuck Norris-os, hanem ilyen trükkösebb. Tehát, hogy mit tudom én, mint hogyha előre rúgnék, de hátra viszem a lábat, és hátsó lábbal rúgok fordulásból. Nehéz elmagyarázni. Várjál, megpróbálom vizualizálni. Előre ugrasz, mondjuk, előre mész. Előre lépek, vagy mondjuk oldalra lépek, és akkor úgy fordulok egyet. Tehát úgy képzeld, hogy megperülsz a tengelyt körül, és hát rúgsz, mint egy ló például, vannak ilyenek. Ezt nagyon furán tudom csak elképzelni. Vagy például forgóütés, amikor így beijesztem, lehúzza a kezét, és akkor fordulok rá a másik kezemmel. Hát én ezeket tudom alkalmazni, mert mivel rövid a karom meg a lábam, ezért az időtávom is sokkal kisebb, szóval muszáj cseleznem. Dobások szintjén meg inkább az ilyen, hát egyrészt a vetődéses dobásokat szeretem, tehát ez a nyakába ugrunk történet. Mert nekem kiskoromban nagyon jó volt, így az akrobatikai részek nagyon feküdtek nekem. Tehát ezek az elemek úgy mindig könnyebben mentek, mint mondjuk másoknak. Illetve hát az olyan dobásokat, mint a csípődobás, váldobás, ahol az a lényeg, hogy a súlypontodat az ellenfél alá rakod, és hát dobod magadon, mivel ugye nekem alacsony vagyok és lejjebb van a súlypontom, ezeket sokkal könnyebb nekem kivitelezni, mint mondjuk a lábsöpréseket, ami meg azoknak jók, akiknek hosszú lábuk van. Tehát ez viszont nagy előny, hogy akkor kívülről tudsz magadra nézni, és tulajdonképpen a saját tulajdonságaidat minél jobban az előnyödre kovácsolod. Hát ez igazából szerintem ilyen az évekkel, hogy az ember egyre jobban megismeri önmagát, a saját este működését, meg az ellenfelét, meg persze igen kell hozzá egy jó edző is, aki tisztában van az ember adottságaival, és hogy mely technikákat tudna esetleg preferálni. De természetesen a rendszert én is megtanulom, tehát én is tanulok lábsöpréseket, meg minden elemét megtanulom, csak nem feltétlenül alkalmazom azt, amiről tudom, hogy nehézkesebben megy. Beszéltünk korábban a különböző rugásokról, ütésekről, dobásokról. A sérülések is elég gyakoriak az ilyen sportokban. Mik a leggyakoribb sérülések? Hát szerencsére a leggyakoribbak inkább ilyen zúzódások, tehát amikor ugye megrúgdossák az embert, akkor ott mely véraláfutás. Én is tele vagyok, nézem most is így. Tényleg hallgatóknak mondom, hogy egy alkarja tele van lila és zöld foltokkal. Igen, de ezek teljesen felületi sérülések. Igazából ahhoz képest, hogy tulajdonképpen arra edzünk, hogy egy másik embernek fizikai sérülést okozzunk, meglepően kevés a baleset nálunk, főleg mert mivel dobáljuk egymást, van egy ukemi vazának nevezett speciális esés technikánk, és ez tulajdonképpen tényleg arra van kidolgozva, hogy az ember egy nagyobb zuhanást hát sértetlenül megúszszon. Ami meg nagyon jól jön például az edzőtermen kívül, tehát én biciklizni szeretek, csak nem szeret engem, és mindig ledob. És viszont nagyon sokszor volt az, hogy nagyon komoly sérülés lehetett volna, hogyha nem tudom azt az esés technikát évek óta, és nem, nincs ott a testem a pillanatban, nem tudja azt, hogy mit kell tenni. Ennek ellenére volt már nagyobb sérülésed? Igen. Volt, természetesen volt, főleg most júniusban vizsgára készültem, és egy vetődéses dobásban rosszul ugrottam be, úgyhogy kificamodott a vállam. Ez így a nyárra haza is vágta az edzést nagynövet, szóval szeptemberben úgy kezdhettem előre a fizikai alapozás meg a vizsgára készülést. És tudok egy kisebb kori balesetedről is. Igen, otthon voltam, még ilyen kis 7 éves voltam, és játszottam itt, mint Jackie Chan eset. Egyik ágyra ugrottam át a másikra, mert meg nem mondom, hogy jön. És hát ráestem a kezemre, de úgy, hogy a könnyekem egy pár centivel így arrébb csúszott. Tegem ott volt, ahol kellett volna lennie. Most elmegyünk zenélni egy kicsit, utána pedig jövünk vissza.
Vissza is tértünk, Ricsivel beszélgetünk tovább a küzdősportok világáról. A hosszú évek tapasztalatai alatt mikor volt először az a pillanat, amikor a sok gyakorlás után úgy érezted, hogy na ez már olyan, mint amilyennek lennie kell. Ez a mozdulat már úgy sikerült, úgy jött össze, pontos volt, ott volt. Mikor volt ez a pillanat? Hát igazából én úgy gondolom, hogy aki tényleg maximalista, úgy akkor annak ez a pillanat soha nem fog eljönni. De hát... És ha nem maximalista, mondjuk... Nem, hát egészen... Újonc kezdő és minden sikernek örül. Igen, hát egészen pontosan, amikor a dobásoknál lehet nagyon jól lemérni, meg leszorításoknál, hogy ha nem jól csinálja az ember, akkor egyszerűen nem működik. Tehát, hogy ha összejött, akkor valamit jól csinál. Tehát amikor egy-egy dobásra végre ráérzek, az egy jó pillanat. Igen. Nagyon sok stílust kipróbáltál, nagyon sok klubba jártál, jársz jelenleg is. Milyen szakmában neves mesterektől volt alkalmat tanulni az idő során? Hát a mestereim a maguk szakmájában, tehát a rendvédelem területén viszonylag ismertek, mivel ex-kommandósokról, közelharci képzőkről van szó. Például a KKR-t a legelső mestere most a Nemzetvédelmi Egyetemen tanít intézkedés taktikát. Tehát bilincseléseket, elvezetéseket, ilyeneket. Rengeteg áldozattal jár, ha valaki rendszeresen sportol, egy fegyelmet, egy rendszert visz az életébe. Segít ez valamennyire az agresszió kezelésében is? Sok mai fiatal kisgyereknél ez problémát jelent. Igen, valószínűleg az agressziót azt csökkenti, mivel ugye levezeti valahol a kisgyerek a stresszt, illetve a koncentrációt megnöveli. Tehát erre kimondottan tanulmányok vannak, hogy azok a gyerek, akik küzdő sportolnak, akkor jobban teljesítek egy idő után az iskolában, fegyelmezettebbek, szófogadóbbak. Szóval ezek hatásai mindenképpen nagyon jók, hogy az ember megtanulja már kiskorában a rendszert, a fegyelmet, a rendjét a dolgoknak. Másrészt meg valóban az, hogy egy rendszert visz az ember életébe. Tehát azt hiszem, nem beszélek egyedül, hogyha azt mondom, hogy egyetemistaként így egy egyetemista életében a napi rutin, mint olyan teljesen felborul és nem létezik. Tehát amikor egyik nap nem kell csinálni semmit, másnap meg mászik reggel 8-szor előadásra, de harmadik nap meg már csak este, mit tudom én, 6-kor van előadása. Nagyon követhetetlen, és akkor mellette itt tanuljon, dolgozzon, stb. Szóval az, hogy van egy fix pont az életében, ami lehet akár az edzés is, az egy nagyon jótékony dolog, úgy gondolom. Ez, amit ugye megtanultok, fogások, technikák, ezek lehetnek akár veszélyesek is, tehát érezted valaha is veszélyesnek azt, hogy te egy bizonyos tudás birtokában vagy? Hát természetesen ezek abszolút veszélyes technikák, tehát a jiu-jitsu történelmében a szamurájok pusztakezes harcművészete volt, tehát ez egy olyan rendszer, amit katonák tanítottak katonáknak, emberölésre, élve elfogásra, kínzásra, és tulajdonképpen, hát én soha nem éreztem azt, hogy ez olyan hú, de veszélyes lenne, tehát szerencsére meg nem sikerült úgy jártanom másnak. Edzésem volt, igen, hogy mondjuk sikerült eltörnöm egy edzőtársam lábujját, az pont most volt decemberben, de nem, soha nem volt bennem ilyen félelem, hogy úristen, milyen veszélyes vagyok, mert ez egyrészt egy nagyon egoista hozzáállás volna, másrészt meg pedig hát igaz, attól függ, hogy az ember hogyan használja, illetve pont, hogy a haladóknál van már inkább az a tudat, hogy képes úgy mozgatni az embereket, hogy az ne legyen sérülés veszély. Tehát főleg a kezdőknél figyelhető meg az, hogy veszélyezteti a saját és a társadalmi épségét is. Az igazi mester meg már tényleg az, aki képes úgy irányítani egy kezdőt, hogy ő maga ne sérüljön, meg se ő, se az ellenfele. Most így összesítve az eddigi éveket egy picit, mit gondolsz, hogy miben adta a legnagyobb erőt a sport? Hát egyrészt a rendszeres testmozgás az mindenképpen nagyon sokat számít, ugye kondíció, állóképesség, ez együtt az önbizalom, illetve hát én elég kicsi ember vagyok, tehát én most 20 évesen vagyok, 160 centi körül, meg 60 kiló, tehát engem a baj mindig megtalált, iskolában végigverekedtem mind a 12 évet, és azért jól jött az, amikor tudtam valamit. És a jövőben mik a céljaid ezzel a sporttal? Természetesen szeretném tovább vinni, eleve a jiu-jitsu a fő csapás irányom, tehát abból tartok második kiútanuló fokozatnál, azután jön az első ki, ami barna, aztán a fekete, úgyhogy mindenképp... Fekete mindenképp cél, ugye? Az mindenképpen szeretném még a mestervizsgámat letenni, de hát az igazából a harcművészet világában csak az alap a fekete, tehát onnan indul az igazi tanulás. Mi laikusok nem így gondoljuk, nekünk a fekete az... Igen, de a fekete tömésen kell lesz Chuck Norris, vagy Bruce Lee-gen, tehát tulajdonképpen szeretném a jiu-jitsut elvinni egy bizonyos szintig, mellett a judó karatét azt
tanulni, abból is egy jó alapot megszerezni, főleg, hogy egy jiu-jitsut kiegészítsen vele. Illetve hát én szeretnék majd ugye ezzel foglalkozni, és egy klubot nyitni. Tanítás? Persze, majd valamikor, tehát ez az eleve nem 20 éveseknek való az, hogy klubot nyisson, tehát az egy nagyon fiatal egy mester, úgy gondolom, nem is egészséges. Illetve hát ugye maga a búdó, mint kultúra, mint kutatási terület, az egyetemen engem ez nagyon érdekel, tehát mint mondtam, ez motivál engem a japán tanulásban is, szóval szeretnék ezzel foglalkozni a közeljövőben is. Hamarosan a magyar dojók helyzetéről beszélgetünk, és megtanulunk egy-két hasznos önvédelmi gyakorlatot is. Küldetés és kultúra. Ez a Kultix. Folytatjuk mai témánkat, Botner Richárddal harcművészetről beszélgetünk. Rengeteg küzdősport létezik, Magyarországon is számos iskola és dojo működik. Érezhető el a verseny valamilyen szinten ezek között az iskolák között a tanítványokért? A tanítványokért? Hát érdekes a megfogalmazás, és igazából helytálló, tehát én is hallottam már olyanokat, hogy így tréfásulnak mondtak a mesterek, hogy így lasszóval kell fogni a tanítványokat az edzőtermekbe. Tulajdonképpen arról van szó, hogy meg a 80-as években vagyunk, tehát a 80-70-es években, amikor még úgy Magyarország relatív el volt zárva a világtól, így ott van a vasfüggöny, akkor jött ebbe az első Bruce Lee, meg szamurái filmek, ugye, és mondják ugye a nagy öregek a hőskorban, hogy akkor minden harcvészeti terem, dojo, ugye edzőterem, dugik volt emberekkel. Tehát én biztos vagyok benne, hogy valaki most hazamegy, és megkérdezi anyukáját, apukáját, biztos csinált valami karatét, vagy ilyesmit legalább. Én apukám is. Fiatal korában, mert akkoriban ez volt a divat, ez volt a menő. A mai világban ez már meglehetősen ritka. Tehát én úgy gondolom, legalábbis én úgy látom nagyon sok helyen, hogyha egy 10 fős edzőbázisa van egy dojónak, az már egy jó szám. Tehát az már egy nagyon jó mag. Hát sajnos jelen most a harcművészetek annyira nem népszerűek Magyarországon, illetve ami esetleg az most ugye, ami Amerikából jött el, a Keltert harc, MMA, brazil jiu-jitsu, krav maga, ilyen önvédelmi dolgok, mert eleve teljesen más a megközelítésük. És hogy látod a saját sportágat, most itt gondolok a jiu-jitsura meg a karatéra is egyben, hogy van szüksége a népszerűsítésre, vagy csak egy újabb ilyen Bruce Lee hullámra van szüksége a világnak és Magyarországnak, hogy ez újra beinduljon és újra telve legyenek a dojók? Ez nagyon jó kérdés, mert ugye ami népszerű az általában potenciálisan benne van a veszély, hogy felhigul. Tehát az, hogy kevesen vagyunk, az legalább jó olyan szempontból, hogy tényleg olyanok csinálják, akik szívvel, lélekkel belerakják magukat. Magát a karatét, a Kyokushin karatét nem kell félteni, pont egy sportadón hallottam egy közvetítés közben, hogy Magyarországon a futball után a karate a második legnépszerűbb sport, ez mindenképpen biztató. Aha. Azon belül is a Kyokushin karate, ez azért kell kihangsúlyozni a Kyokushin, mert ez abban különbözik a többi karatétől, hogy ez full kontakt, tehát védőfelszerelés nélkül teljes erővel ütjük-rúgjuk a másikat. Illetve persze minden dojónak jó a népszerűsítés, tehát hogy az pénzzel jár támogatással. Jelenleg a jiu-jitsu nem túl népszerű a civilek körében, de a rendvédelemben úgy, hogy használják. Tehát például most a TEC-nél, Terror Elhárító Központnál is egy jiu-jitsu mester tevékenykedik, Kelemen István, ő a legnagyobb magyar szervezetnek a vezető egyénisége. Én mondjuk nem nála tanulok, hanem egy másik, úgymond kisebb iskolában, de nálunk is vannak közel harckiképzők. Hát a jiu-jitsu mai helyzet ugye nem túl népszerű, illetve egy ága van a brazil jiu-jitsu, ami nagyon megy most, ugye főleg a ketrec harc miatt, tehát ez amikor a 90-es években az első UFC meccseken indultak, akkor egy ilyen a Gracie család, akik ezt a brazil jiu-jitsut kitalálták, oda mentek, és így az első 3-4 tornát így végig söpörték, mindenkit levertek vele. Úgyhogy ez alapozta meg a népszerűségüket. Az alapozta meg, igen, a brazil jiu-jitsu az igazából ilyen földharc, nagyon, tehát nagyon messze került már a japán vonaltól, nem is nagyon tartja egymással a kés stílus a kapcsolatot. Hogyan válasszon valaki küzdősportoknak magának? Számít-e a kor egyáltalán? Számít-e az, hogy valaki későn kezdi? Hogy lehet becsatlakozni egy ilyen dojóban? Legyen bátorsága egyáltalán az embernek, hogy úgy lemenjen kezdőként? Abszolút nem számít a kor. Tehát ez bármikor el lehet kezdeni, bármikor lehet valahonnan fejlődni. Nálunk is vannak, akik ilyen 40-es években jártak és újra kezdik, vagy most kezdik el.
Természetesen nekik más a céljuk, tehát ők nem ilyen nagymesterek akarnak lenni, hanem tényleg az, hogy mozogjanak a rendszer, meg legyen az életükbe, esetleg meg tudják védeni a családjukat, és ezt a funkciót nagyon jól ellátják. A kezdőket csak bátorítani tudom, tehát egyik edzőteremben sem fogják őket megölni. Nem ezt akartam. Okay. Egyik edzőteremben sem fogják megengni őket, vagy megvergi, mert akkor nem lenne semmire a népszerűsítés. Hogy ki mit válasszon, ez én szerintem mindenképpen a saját képessége és testfelépítéséhez mérten próbáljon. Meg hát ugye rakja magát tisztába, tehát hogyha valaki mondjuk a kínai kultúráért van, akkor a kung-fu-nál próbálkozzon, annak is rengeteg ága van. Csak azt tudom ajánlani tényleg, hogy tájékozódjon, próbáljon ki minél többet, aztán úgyis megtalálja azt, aminél ő úgy érzi, hogy neki ez kell. Nagyon szépen köszönjük, Ricsi. Szívesen. És most elérkeztünk a már nagyon várt részhez, amit én már nagyon vártam. Úgyhogy amennyire itt a stúdió lehetőségei engedik, néhány kezdő mozdulatot nézzünk, hogy honnan kell elindulni, mik az alapok. Akkor néhány nagyon kezdő mozdulatot fogunk mutatni, amiket, hogyha lejön el edzésre, akkor ezek lennek a legelsők. Tehát azt kell tudni, hogy a jiu-jitsuban mi legelején főleg csuklófogásokra, kabátfogásokra, folytásokra tanítunk módszereket, mivel ezek az elsődleges szándékú támadások. Tehát egy konfliktus általában úgy néz ki, hogy jön a petike, aztán lekever egy jobb egyenest, hanem ezt mindig megelőzi valamilyen szóváltás, lögdösődés, vagy hogyha ki akarnak rabolni, akkor megragadják a kabátodat, csuklódás, stb. Szóval a legelején ezek ellen nézünk védekezéseket, szabadulások. Jó, akkor vegyük is egy nagyon alaptechnikát, mondjuk megfogom a jobb kezemmel a bal csuklódat, ez az azonos oldali csuklófogás. Igazából az, hogy ehhez kiszabadulj, nem kell hozzá erő, ez a legfantasztikusabb. A legelső az, hogy forgasd el 90 fokba a kezedet, úgyhogy a kézzel... Melyik irányba? Arra az irányba. Arra az magam felé. Igen. És itt már láthatod, hogy igazából tényleg az a lényege, hogy egy csuklófogást itt tudsz bontani, ahol a hüvelykujjam és a többi ujjam találkozik. Itt van az a rész, ahol ki tudsz szedni. Uh-huh. Most csak annyi a dolgot, hogy fogod és a csuklódat behúzod magad fele. Úgy. Fogál még egyszer, megfogom jó erősen. Jó, most megpróbál kiszabadulni Ricsinek a szorításából. Elforgatom a kezemet 90 fokkal, és magam felé húzom. És sikerült, kiszabadultam. Igen. Akkor most nézzük mondjuk egy ellentétest. Tehát ellentétes oldalú csuklófogás, ez a jobb kezemmel fogom most meg a te jobb kezedet. Igen. Annyit kell csinálnod, hogy behúzod a kezedet magad fele, és belenézz a saját tenyeredbe. Tehát fogom, magam felé fordítom a kezem, igen. És a másik kezemmel elütöm a te csuklódat. Pontosan, sem megerőltető nincs benne. És már is kiszabadultam. Már is, akkor most nézzünk egy olyat, amikor két kézzel fogom a kezedet. Úristen. Ezt én nagyon sokszor használtam, mert volt ilyen. Tehát ez egy kipróbált módszer. Ez egy kipróbált, teljesen 100%-osan megbízható módszer. Igen. Nagyon egyszerű, felülről belefogsz a saját kezedbe a másik kezeddel. Tehát most két kézzel fogom a jobb kezedet. Most ki van nyújtva a jobb kezem, és te két kézzel rámarkolsz a csuklomra. Igen. És közben a bal kezemmel... Belefogsz a saját tenyeredbe. Így? Igen, fogják kezed saját magaddal. Hát ez így fura. Úgy? Jó. És felfelé rántod. Azaz. Nézzük meg megint. Ja, értem. Mindig arra felé kell erőt kifejteni, amerre nyitva van a te fogásod. Pontosan. Így az ellenfél gyenge pontját támadod. Igazából maga a rendszer úgy van kidolgozva, hogy az ember leggyengébb pontja ellen próbálunk mindig dolgozni, illetve hogy a saját energiáját használjuk fel ellen. Ez ismerős lehet sokaknak például az Aikidóból, az Aikidó alapgondolata is ez. Nem véletlenül, mert mind az Aikidó, mind a Judo, a Jiu-Jitsuból lett létrehozva, tehát az alapelvek nagyjából azonosak. Köszönöm, Ricsi, hogy itt voltál, köszönjük én ezt köszönöm. A kis harcművészeti bemutatót. Köszönöm, hogy itt lehettem. Yo. Girl, you're fantastic. Know that. Uh-huh. You make me fly. Oh, yeah. Ooh, ooh. Yeah. Baby, I don't know. Ez volt az év legelső adása. Jövő héten, pénteken ugyanekkor várlak vissza titeket. Következő egy órában ázsiai dalokból hallhattok egy összeállítást, és ezúton szeretném megköszönni Annának, Nórinak, és MSI-nek, hogy összeállították ma nekünk ezt a listát. További szép estét kívánok nektek! Iszák Zsófia voltam. Jó éjszakát! Sto-sto ame ga furu hi ga suki datta nagagutsu haite mizu tamari koashite nakanaka mattemo kaasan konakute minna inaku natte Kiveso kaite mou sugu da kara iko ni shitete ne myou ni yasashii sensei no
声が嫌いだったいつまでたっても一人で待ちぼうけちっちゃな帰ると